És már itt is vagyunk, Rezőfi Beatrix, igen, tudom, köszönöm, balettoktató. Beatrix, kérlek, gyere te középre, mi ide állunk. Igen. Ja, kivonod magad? Én magas sarkúba vagyok, várj. Ja, na hát ugye kardiobalett, ez a mozgásformának a neve, jól mondom, vagy fitbalett? Nem, mi konkrétan klasszikus balettel foglalkozunk. Van olyan, hogy fitbalett, az egy picikét más. Csak az nem te vagy. Az nem egészen én vagyok. Ja, akkor köszönjük a beszélgetést. Na, na hát akkor nézzük egy kicsit, hogy mi tulajdonképpen nem balettosok, hogyan tudjuk azért mégis valamilyen formában karban tartani a testünket a balett mozdulatokkal. Kell zene? Most még nem. Most még nem. Ja, azt hittem, hogy rögtön gyakorlattal kezdünk. Kezdhetünk rögtön gyakorlattal is. Spárga. Nem biztos, hogy az most menne. Na, igyekszem, hogy gondolat van. Jó, az van, én is nagyon jó vagyok. A balett alapjait teljesen el kell sajátítani ahhoz, hogy valaki otthon akár testbe, karba tudja tartani a testét balettal. Vannak lassú mozdulatok, például karvezetések, adagiók, ezek lassú mozdulatok, és vannak gyors, zsöték, ugrálások, lábdobálások. Melyiket szeretnétek? Egy jó kis zsötét? Zsötét? Tanuljunk egy zsötét. Tanuljunk egy zsötét. Hát lehet, hogy egy cipőben nem lesz. Én egyszer balettoztam, képzeljétek el, a szalagolaton a hattyú halálát nyomtuk el. Hasonló volt a ruhám, mint... Javaslom, hogy egy cipőt vegyük, nem, mert az abban nem lesz túl. De várj, az az izgalmas, tehát én megpróbálom magas sarkóba. Jó, akkor először álljunk be, jó? Tehát egy zárt hatodikba kinyitjuk az első pozíciót. Biztos, hogy hatodikba tegyük? Első pozícióba tegyük. Billentjük előre a medencét, tartjuk az alsó hasat és a feneket, és leszorítjuk a vállakat. Ja, várjál már, túl sok az információ. És akkor a karokat egyelőre, hát tegyük előkészítőknek. De nem, amúgy tudjátok mi, nem, amúgy az a vicces, hogy amikor a szalagavaton balettoztunk, mi el akartuk poénkodni. És a tanár... Balettoztál szalagavaton? Hát az volt a táncunk, az ilyen szalagavaton. És mi el akartuk poénkodni, a fiú osztály, el akartuk poénkodni. És azt mondta a tanárnőnk, tök jogosan, hogy nem, akkor lesz a legviccesebb, ha mi ezt komolyan próbáljuk csinálni. Tehát én most komolyan, okay, komolyan próbáljuk csinálni. Tehát na, első pozíció előkészítok, és egy 35 fokos lábdobást kérek szépen előre, na, egy hirtelen megállítás. Onnan leteszünk egy pontot, és bezárjuk. Ez egy tandő. Ez akkor... Ez egy micsoda? Egy zsöté, bocsánat. Na, ez egy zsöté. Megütötte ez a fülemet, nem jól mond. Feszítsük át a térdeket teljesen, és ebből a feszes lábtartásból dobjuk megint ki előre, onnan le a pont, és bezárjuk. És ez mit erő? Amúgy itt érzem ez ezeket, itt, ugye? Igen, ez itt nagyon kell fájni, főleg ha még a fenekedet is tartod, és feszíted a térdet, ebből megcsinálsz egy hatot előre, hatot oldalra, hatot hátra, akkor izomlázad lesz. Na, de akkor ezt tulajdonképpen otthon is csinálhatjuk ilyen. Te otthon szoktál mozogni, edzeni? Igen, úgy néz ki, nem? Nem, hogy ez egy jó. De abszolút. Főzőcskézés közben egy-két zsötét dobálsz. Voltam az anyukámmal pont egy ilyen fit balett, kardióbalett órán. Az anyukám egyébként balettozott, még fiatal korában, nagyon-nagyon szépen. Úgyhogy igen, ez akkor nekem is van, de azért ez egy nagyon kemény ez. Tehát amennyire kis finom és lazának tűnik, azért minden mozog. Nagyon. Jó, hát akkor ezt tudjuk otthon akár gyakorolni, tehát beállunk igen zsötébe, és, pas de bourrée, és akkor dobáljuk a lábunkat, igen, ugye? Igen, ehhez van zeném is. Na, hagyj halljuk, mert lehet, hogy másképpen dobálok, amúgy zenére. Igen? Nem akarom elpoénkodni, tényleg csak szeretnénk, hogyha tényleg, itt jó, én értem, hogy... Akkor nézzük jobb lábbal előre egyet, oldalra egyet, hátra egyet, jó? És egyet föntre. Igen? Zenét kérhetek? Vagy ez már megy? Ez már megy, aha, jó, persze. Oké, akkor megpróbálom. Kérjük egy kis hangosítást, akkor legyen kedves. Music. Most nagyon komoly. És kint, pont, ja, zár. Pont, zár. Oldalt, oldalt, pont, zár. Hátul, pont, ja, pont, zár. Oldalt. Az fontos, hogy pontozzunk? Pont, zár. Igen, mert tandüvel indítunk, ja, megdobjuk, letesszük és tandüvel zárjuk. De a tandű? Én ezért az... valami külön díjat is kapok, hogy meg a sarkóval csinálom. Nehezített a pályai. Ezért javasok, hogy jó, csináljuk a másik lábbal is. A másik lábbal is. Pont. Megvárjuk pont a zenét. És kint, pont, zár. Oldalt, pont, zár. Hátul, pont, zár. Oldalt, ja, pont, zár. Amúgy tényleg érzem, röhögök. Miki, te miért röhögsz? Te is csinálhatnád a pult mögött, egészen nyugod. Ja, a pult ápol és eltakar. Na, hát a láb az kemény.
Mi van amúgy a felső testre? Hát a felső testre gyakorlatilag csak az vonatkozik, hogyha tartjuk a központot, a vállat, leszorítjuk el, a pockákat hátul összezárjuk, akkor ez egész órán fáj és izomlázat okoz. Tehát a felső testtel lágyabb mozdulatokat szoktunk végrehajtani, csak inkább a lábunkkal dolgozunk keményen. Hát csináljunk valami lányát. Csináljunk egy karmozdulatot, jó? Akkor megtanuljuk először az előkészítő karpozíciót. Ez egészen combnál leér, egy nyújtott ovális karpozíció, tenyerek felfele néznek. Innen kerekítjük az első karpozíciót, pocak köldök magasságában, mint hát akarnátok ölelni egy nagy fát. Én most egy picit oldalra fordulok, hogy elférjetek, és kinyitjuk a második karpozíciót. És közben zsötizünk. Igen, rúd mellett igen. Könyök hátra, tenyér előre, és innen egy nagy megnyújtott állonzséval visszavezetjük a karokat előkészítő karpozícióba. És már női esetben érzem magam. Na, de látom. Egyébként ezért is jönnek az emberek. Mennek amúgy civilek is? Tehát olyanok is mennek, akik... Hozzánk csak civilek jönnek. Tehát úgy, hogy mondjuk a Linda meg én bekopogunk hozzátok, és azt mondjátok, hogy jó, öltöz át, és igen. Akkor gyerünk? Igen, ez a felnőtt klasszikus balett oktatás, amikor teljesen nulláról kezdő emberek bejönnek hozzánk, és azt mondják, hogy nekem gyerekkori álmom volt, vagy nagyon sokan azért jönnek, hogy szeretnék nőiesebb lenni, és akkor bekopognak hozzánk, hogy akkor mi szeretnénk balettot tanulni. Nem semmi. Na. De tényleg lehet érezni mindenhol. Amúgy igen, igen. Megfeszülünk. Hát kedves Beatrix, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, köszönöm szépen a megfigyelést. Betekinthettünk a balett emerejtelmes, sötét világába. Nehéz világába. Nem, vicc volt persze. Köszönjük szépen, és hát akkor zsötizünk még egy picikét, nem?